Köszönöm szépen a türelmet, kedves nézők, folytatjuk a civil a pályán, most már a megszokott formában négy vendéggel mutatom is, hogy kik vannak itt, Mérővel, a szervusz, köszönöm. Szakonyi Péter, Kós András, aki először van ebben a műsorban, de régóta ismerik egymást, hello, érezd magad jól. Köszönöm, elkívást, szervusztok, jó estét. Ezek között a témák között és Pulai András. Szóval mielőtt megnéznénk az első bejátszást, adja magát a kérdés, hogy rátok miként hatottak a csütörtök hajnali hírek? Hát én bementem a munkahelyemre, hogy levezessem a 4 órán keresztül a reggeli élőadást, és amikor arra mész be, hogy ja, hogy másfél órája kitört egy háború, és akkor ehhez adaptálódni, tehát hogy nem fogja fel az ember, de közben mégis felfogja, és amikor azzal szembesülsz, hogy igazából most a világrendjének egy legújabb változásának vagy a szemtanúja, és hogy most ez történik. Tehát, hogy szerintem ez ilyen befoghatatlan. Tehát még arra is nehéz válaszolni, hogy ez hogy érinti az embert. Tehát, hogy... Igen, mert van olyan, amikor történik egy nagy baj, és az ember hálát ad, hogy nem vele történik, de lehet olyan is, hogy azt mondja az ember, hogy hát ez itt van a szomszédban, ez lehet, hogy egy hónap múlva velem fog történni. Vagy van, aki elkezdi hibáztatni az áldozatot, hogy miért kellett kihúzni a gyufát, szóval nem tudom, kiben milyen gondolatok kavarognak csütörtök óta. Hát én ugye nyilván láttuk, hogy az események milyen irányba mennek, és sokat gondolkodtam azon, hogy vajon ki fog-e törni a háború, vagy sem. És tudom, hogy nagyon nehéz, de megpróbáltam Putyin fejével gondolkodni egy ilyen helyzetben. És én abból azt vezettem le, hogy neki valószínűleg nem érdeke az, hogy kitörjön a háború, hiszen egész eddig nem úgy politizált. Egész eddig úgy politizált, hogy mindig elvitte a határig, mindig elvitte az extrémig, de sose lépte át azt a bizonyos vonalat. Abban persze benne volt, hogy néha volt egy kisebb-nagyobb helyi háború, amiben azért persze nagyon sok ezeren meghaltak, de hogy ilyen nagyságrendű lépést én nem nagyon vártam tőle, mert hogy nem láttam azt, hogy hogyan tud egy ilyen helyzetet ő megnyerni, hiszen ott van egy 40 milliós ország, ami azért Oroszországhoz képest sem egy kicsi, rettentően felkészült katonákkal, ugye már hónapok óta szállítják oda az amerikaiak meg a britek, meg nagyon sokan mások a fegyvert, gondolom információs meg logisztikai támogatást is nyújtanak neki a háttérben. Ott van az orosz közvélemény, aki nem igazán háborúpárti, ugye készült erről jó pár kutatás Oroszországban, és nem támogatják. Szóval, hogy valójában, hogyha nem ér el átütő sikert az első egy-két napon, már pedig úgy tűnik, hogy nem ér el, akkor nem látom azt, hogy ezt hogyan tudja megnyerni külföldön, általában a nemzetközi közösségben, hogyan tudja megnyerni Ukrajnában, és hogyan tudja megnyerni otthon, amelyik ez mindegyik rettentő fontos. Érdekes, hogy te ilyen szakmai választ adsz a kérdésemre, tehát én így a saját emberi érzelmekre próbáltam rákérdezni. És akkor erre akartam kiadni, hogy és amikor realizáltam, hogy konstatáltam, hogy ez mégis megtörtént, amit tényleg én abszolút nem vártam, mert hogy igazából szerintem nem támasztja alá semmi, akkor ledöbbentem, hogy Atya Úristen, hát itt most sajnos a történelem íródik. 45 óta ugye nem volt, tehát a II. Világháború lezárás óta nem volt háború Európában, polgárháború volt, de úgyhogy egyik ország megtámadja a másik országot típusú háború nem volt, és azt is tudtam, hogy ez túl közel van, és hogy ez bizony a magyar embert nagyon erősen meg fogják érezni. Remélem, hogy csak ilyen érzelmi szinten, és nem a fizikai szinten, mert akkor az egy teljesen más. Miért voltál olyan biztos benne? Mert én egyébként abban voltam biztos, hogy bekövetkezik legkésőbb azon a ponton, amikor megjelentek a mobil kórházak a határmenti szakaszra telepítve, de addig is, és engem nagyon sokan néztek az elmúlt hetekben, szakértők, akikkel beszélgettem, vagy interjút csináltam, hülyének, hogy gondolhatom, hát nem éri meg Putyinnak, nem fűződik érdeke, indokolatlan, és valahogy én nekem meg pont ez az egyébként intuitív, tehát hogy nem bármiféle szakmai érvek mentén, hanem nekem nagyon úgy nézett ki, és engem tökre érdekel, hogy neked miért volt annyira egyértelmű, hogy ez nem következhet be? Hát elkezdtem mondani, ugye részben azért, mert hogy igazából szerintem ez Putyin sehol se tudja megnyerni ezt a háborút. Nyilván ugye ez egy valószínűleg háborús büntetnek fogja majd minősíteni sok év múlva a vonatkozó szervezet. Nem volt alátámasztva semmilyen jogi érvel, csak politikai, azok is elég gyengék, ugye Oroszországban folyamatosan háború ellenes tüntetések vannak. Nyilvánvalóan most relatív sok pénze van Putyinnak, mert ugye az olaj bevételekből, a földgáz bevételekből betárazott, de az nem fog sokáig tartani. Várható volt, hogy nagyon erős szankciókat fognak bevetni ellene, amik még csak elkezdődnek.
kezdődtek. Várható volt, hogy a Nyugat továbbra is fogja támogatni Ukrajnát katonai eszközökkel. Ugye ma legalább 3 európai ország plusz Amerika mondta azt, hogy írtatos mennyiségű Németország is, Hollandia is, Lengyelország is, Csehország is mondják azt, hogy fegyvereket, lőszereket, stb. Szállítanak Ukrajnába, amint az első adó alkalmunk az lehetségessé válik számukra. Szóval, hogy igazából nem láttam azt, hogy hogyan fogja tudni Putyin megnyerni, és mondom, ami szerintem nyilván az ott élők számára, meg a háború résztvevők számára nem a legfontosabb, de szerintem Putyin számára valószínűleg a legfontosabb, hogy otthon politikailag ezt az egészet hogyan fogja megnyerni. És akkor, amikor az első két nap, ugye 3500 orosz halottról beszélünk, ugye ezt először az ukrán, majd a brit hírszerzés szivárogtatta ki, aztán kitette a TASZ véletlenül a honlapjára, és aztán vissza is vették ezt a számot, hogy Afganisztánban a 10 év alatt meghalt 13 ezer orosz katona. Most 2-3 nap alatt meghalt 3 ezer orosz katona. Azért ez nagyon súlyos politika jár szerintem, és nem látom azt, hogy hogyan fogja tudni ezt Putyin otthon megvédeni. András? Hát az eredeti kérdésedre viszont én csütörtökön felkeltem hajnali 5-kor, mert vannak ilyen reggelek, amikor az ember próbál magának egy ilyen másfél-két órát így lopni, hogy így mielőtt fel kell a család, meg elkezdünk a ovira készülni, meg stb. Egy picit tudjak nyugodtan otthon is dolgozni. És azt hittem, hogy majd teljesen mást nyugodtan ott még írogathatok magam örömére, vagy kedvére, és aztán én is azt láttam, hogy hoppá, egyszer csak itt most nem, azonnal ugye idézőben szolgálatba kellett helyezni magam, és akkor mi is elkezdtük a folyamatos percről percre hírfolyamat készíteni. És nem, én teljesen ledöbbentem, én se gondoltam volna az igazság. Most még így visszatérve, az, hogy azért tényleg Kijev, én nem jártam Kijevbe az igazság, Ukrajnában igen, Mariupolban például igen, tehát vannak azért bőven személyes élményeim, vagy olyan dolgok, amik köthetőek ez, de hogy tényleg egy európai szinten is egy gyönyörű, szép, gazdag várost így a szemünk előtt lőnek tényleg porrá, meg hogy azért... Hogy is mondjam, most elnézést, nehogy félreértsétek, tehát amikor tényleg európai szemmel nézve nagyon rosszul öltözött szegény afgán szír menekülők jönnek, akkor arra még mindig mondhatja azt valaki szerintem, hogy jó, persze, hát ez valami távoli konfliktus, igen, és ide jönnek ezek a szerencsétlenek, akik azért annyira nem tartoznak hozzánk, és akkor persze humanitárius okokból fogadjuk be, de amikor azt látjuk, hogy már, bocsánat, tényleg városi terepjárókkal, egyebekkel, tehát itthon is sok milliós autókkal, itt középosztálybeli, felső középosztálybeli ruhákba, bőröndökkel, stb. Menekülnek emberek ugyanúgy a háború elől, szóval az tényleg döbbenet, és arra szerintem tényleg nem nagyon lehet mit mondani. És akkor nem akarom nagyon sokáig magamnál tartani a szót, de én is azt gondoltam, hogy nem következik be. Én pont azért gondoltam, hogy nem következik be konkrétan a fegyveres támadás, mert szerintem Putyin egyébként speciál folyamatosan nyerésben volt. Tehát mi, ha azt nézzük, hogy mi Putyin célja az, hogy megakadályozza Ukrajna nyugati integrációját. Most azért ezt mondjuk ki szerintem nem nagyon szép, és én tudom mindig, és nekem is vannak ukrán ismerőseim, meg barátaim, és előre elnézést kérek tőlük. De azért a nyugatban nem nagyon buzgott a valódi tettvágy, hogy akár a NATO-ban, akár az Európai Unióban. Hűtötték is az ukrán várakozásokat. Igen, pontosan. Tehát Putyinnak ez az időként bezavarok egy kicsit, és folyamatos fenyegetésbe tartom az ukránokat, és ezen keresztül a NATO-t meg az EU-t is. Én azt gondolom, hogy ez pont jó, közben egyébként bizniszeltek az Európai Unióval, stb. Most átlépett egy olyan határt, amitől ez már nem mehet tovább egyszerűen. Úgyhogy egyetlen egy racionális magyarázat van rá, hogy úgy érezte, hogy az utolsó pillanat, amikor ezt még megteheti, mert 5 év múlva, 10 év múlva adott esetben már nem fog tudni akár fegyveresen vagy erővel sem fellépni Ukrajna nyugati integrációja ellen. Péter, én még mindig emberi reakciót szeretnék. Ezt szeretnék, igen. Nekem, amikor az első hírek jöttek, az első az villant be, amikor az öbölháborúról éjszaka érkezett a hír. Én akkor a BBC-nek dolgoztam, éjszaka 2-3-kor hívott valaki Londonból, hogy figyelj, Kejfő is kapcsolt be a CNN-t. És bekapcsoltam, és láttam a rakétákat, és a háború közepén éreztem azonnal magam, és borzasztó félelem fogott el. Azt gondolom, hogy és fennaludta 3 gyerek az emeleten, és azt éreztem, hogy úristen, mi lesz itt? Egy új világháború. És azóta, ugye sajnos,
több online háborút voltunk kénytelenek átélni, de ez, ami most van, ez azt gondolom, hogy mindenkit, vagy lehet, hogy vannak önedzett emberek, akiket nem, abszolút a félelemmel, a páni félelemmel tölt el, hiszen itt a ezer, pár száz kilométerre van tőlünk, és tényleg egy nagyhatalom, nem pedig egy nagyhatalom próbálja lerohanni a szomszéd országot. És azt gondolom, hogy ez tényleg azért borzasztó, és tényleg az embereket olyan érzésekkel tölti el, úristen, mi lesz holnap? Holnap itt lesznek? És sajnos ez nem, a Spice-ban voltak az oroszok már, nem egyszer, és félek tőle, hogy megint ott lesznek. Hát és tényleg egyébként csak ilyen, tényleg csak ilyen képek ugranak be, de emlékszem, volt egy bejátszás, hogy már amikor már ki az első orosz csapatok megérkeztek Kijevbe, hogy volt egy olyan kép, hogy megy az egyik sugárúton egy menetrend szerinti trolibusz, és utoléri két orosz tank, és szabályosan megerőzik magát a buszt, hogy maga az, tényleg az abszurditás egyszerűen, tehát amit nem tudsz elképzelni, és akkor belegondolok, hogy mit érezhettek azok az emberek, akik azon a buszon ültek akkor éppen, szóval... Van egy olyan videó is, hogy egy személyautó jön szembe, és a tank átmegy rajta. És túlélte. Hát egy időbácsi túlélte. Jó, akkor javaslom, hogy nézzük meg az első bejátszást, ahogy szoktuk, ami már a kormány reakciójáról szól.